Két év alatt 15%-kal nőtt az örökbefogadások száma, ez azt jelenti, hogy egyre több fiatal kerül a gyermekotthonokból és a hivatásos nevelőszülőktől végleges családba, ismertette több országos napilap is a legfrissebb KSH adatokat. 2013-ban még 726, egy évvel később már 784, 2015-ben pedig már 829 gyereket fogadtak örökbe. A javulást jelentősnek nevezik, annak tudatában, hogy utoljára az ezredforduló elején sikerült egy év alatt ennyi gyereknek családot találni. Az adatokból kiderül az is, hogy az örökbefogadott gyerekek csak nem 60%-a korábban nevelésbe vett gyermek volt, a kicsik 40%-át adták örökbe még újszülöttként. Az örökbeadott újszülöttről vagy lemond az édesanya, vagy egyre több esetben ilyen kórház előtt kihelyezett inkubátorban hagyják ott az örökbeadható újszülöttet. Köszöntöm a stúdióban Jávorné Erdei Renátát, a Gólya Hír Egyesület megyei képviselőjét. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Elhangzott ugye a bejátszásban, hogy az állami gondozott gyerekek esetében jelentősen megemelkedett az örökbeadott gyerekek száma. Vajon mi az oka annak, hogy ugye számos civil szervezet foglalkozik szintén örökbeadással, ott viszont nem tapasztalható ez a szám emelkedés? Két részre bontanám a választ. Az első kérdésre adott válaszom az lenne, hogy az államnak kifejezett szándéka volt néhány évvel ezelőtt az, hogy segítse és támogassa az örökbe adást, illetve azt, hogy könnyebben örökbeadhatóvá váljon egy gyermek Magyarországon. Ez azért is fontos, mert bár az örökbeadások, mint elhangzott, a számuk emelkedik, korábban megfigyelhető volt az, hogy a hazai örökbeadásoknál a nagyobb, tehát 3 év feletti gyermekek örökbeadása nem volt annyira jellemző, nem szívesen fogadtak a hazai állampolgárok örökbe nagyobb életkorú gyermekeket. Nyílt örökbeadásoknak a száma pedig valamelyest visszaesett az utóbbi években. Ezt megint csak azzal lehet egy kicsit indokolni, hogy az állam nagyban segíti ugye a gyermekvállalást, olyan családpolitikai intézkedések történtek, amelyeknek a hatása már érzékelhetővé válik, és ez a válsághelyzetbe került nők számát csökkenti. Ugye a nyílt örökbeadások a civil szervezeteknél általában abból adódnak, hogy a krízis terhesek számára egyfajta megoldásként kínálkozik a nyílt örökbeadás. Tulajdonképpen a civil szervezeteknek nem is az az elsődleges feladatuk, hogy örökbe adjanak, hanem éppen a krízis helyzetbe került terhes kismamákat segítsék. Így van, többek között a Gólya Hír Egyesület is, amelynél én önkéntesként dolgozom, azzal a céllal jött létre 2000-ben, hogy segítse a válságterheseket, és mint ahogy mondtam, a segítségnek ez egyfajta formája, tehát hogyha nem sikerül megoldani azt a krízis helyzetet olyan mérték, olyan formában, hogy vállalni tudja az anya a megszületett gyermeknek a nevelését, akkor a civil szervezetek segíthetik, támogathatják a nyílt örökbeadásnak a létrejöttét. És itt csak nyílt örökbeadás jöhet szóba. Civil szervezetek esetében igen. Talán nincs mindenki tisztában azzal, hogy mi a különbség a kettő között, és vajon mi az előnye, hátránya egyiknek, másiknak, hiszen nyílt örökbeadást az állami szféra is megtehet, tehát ott is lehet választani ezt a formát. Így van. Igazából, hogyha az előnyökre adunk választ, akkor ugyanaz hozható fel előnynek, mint másnak, hátránynak. Ahogy a nevében is benne van, a nyílt eljárásnál meg kell ismernie egymást a két félnek, tehát az örökbeadó és az örökbefogadó szülők megismerkednek. És ez van, akik számára egy vonzó dolog, mert szeretné tudni azt, hogy ki a szülő a gyermek esetében, és van, aki ettől épp tartózkodik, és ezért semmiképpen nem választaná a nyílt eljárást. Korábban volt még egy előnye, ami nagyon fontos előny volt a nyílt eljárásoknál, hogy amikor megtörtént a lemondó nyilatkozat, akkor ettől már nem állhatott el a lemondó szülő. 2014-ben változott a polgári törvénykönyv, és 15-től
6 hétig ugyanúgy, mint a titkos eljárásoknál, meggondolhatja magát a szülőnő, illetve hát a szülő, és visszavonhatja a szándékát. Ugyanakkor ez nyilván kockázatos az örökbe fogadó szülőnek, hiszen nem nyilván, mikor már éppen megszokta, megszerette, kialakul egy kötődés, akkor ezt meg kell szakítani, ezt a folyamatot. Másik oldalról viszont, ha például egészségügyi szempontból nézzük, akkor meg igenis előnyös, hogyha tudjuk, hogy ki a vér szerinti szülő, és bármi probléma adódik. Az örökbe adó szülő részéről pedig egy megnyugvás, hogyha tudja, hogy jó helyre került a gyermeke. Igen, igen. Ez például egyfajta igény is szokott lenni az örökbe adó szülőknél, hogy ő szeretné megismerni, ugye, amikor a nyílt eljárást választja azt a szülőpárt, akinek örökbe adja, akire rábízza a gyermeke sorsát, és ilyenkor egy beszélgetés kapcsán ők megismerhetik egymást, és a mi szervezetünknél van is arra lehetősége az örökbeadó anyának, hogy elmondja azt az aggáját, ha esetleg ő úgy gondolja, hogy ennél a szülőpárnál ő nem érezné biztonságban a gyermekét, akkor van arra lehetőség, hogy esetleg egy másik szülőpárt is megismerhessen. A civil szervezetek és például a Gólyahír Egyesület foglalkozik-e utógondozással, tehát utánköveti-e azokat a családokat, ahová kihelyezték, örökbe adták a babát? Igen, az előbb említett törvény módosítás kapcsán került be az utógondozás is ebbe a rendszerbe, a nyílt eljárás mellé a civil vonalon. Természetesen ehhez kell egy képzést is elvégezni, és abban az esetben a civil szféra is bevállalhatja az utógondozást. Ami ezeknél a nyílt eljárásoknál azért jó, mert akár egy ismert ember az, aki betekint a családba, és talán nem tartanak annyira ettől az eljárástól az örökbefogadó szülők, ami persze nyilván egyik oldalról megvan az előnye, és ez egy támogató szándékkal jött létre, ugyanakkor mégis van az örökbefogadó szülőkben egyfajta ellenérzés ezzel, hogy igazából ők már megmérettettek, örökbefogadó szülővé váltak, alkalmasnak találták őket erre, akkor miért kell őket még ellenőrizni? Ez sokszor megfogalmazódik. De próbáljuk erősíteni azt, hogy nyilván ez egy támogatás. Tehát lehetnek olyan problémák, amiket nyíltan felvállalva szakemberek, akár a civil szervezetek segíteni tudnak célzottan az utógondozás során. Jávorné Erdei Renáta, köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt ma este. Köszönöm én is.